Németh László születésének 117. évfordulója alkalmából kerekasztal beszélgetést tartottak az emlékpontban. Kovács Imre Attila irodalmár elmondta, a meghívott vendégekkel közösen Németh László teljes pályafutását szeretnék átfogni, a kezdetektől egészen az író dédunokájának alkotásáig. Az emlékpont munkatársa hangsúlyozta, Németh László mindig is terítéken kell, hogy legyen, különösen vásárhelyen. Itt tanított vásárhelyen, és részesei és felelősei is vagyunk az összeellemi örökségének. Nem véletlen, hogy a Németh László iskola, Németh László könyvtár, Németh László utca, ugye, tehát minden erről szól, kis túlzással. Hát ezért kell beszélni róla, meg azért is, mert különben elfeledkeznénk róla, amin azért dolgozik az idő. Az idő dolgozik, tehát valamiféle ellenerőt kell kifejtenünk ezzel szemben. Tehát ha a szellem le tudja ezt valamelyest győzni, akkor érdemes egy próbát tenni. Eckler Andrea kritikus Németh László magyar és világirodalommal kapcsolatos írásainak sorozatát szerkeszti. A 6 kötetben megtalálható számos tanulmány, kritika, karcolat vagy észrevétel, melyeket Németh László érdekesen kategorizált. Eszéiben vitára invitálja az olvasókat, ezért a kritikus szerint a 21. században is hasznos olvasmányok lehetnek ezek az írások. Egyre kevesebb gimnáziumban érettségit tétel Németh László, ez most olyan nagyon hivatalosan hangzik, de ez azt is jelzi, hogy sajnos kevésbé olvassák, nem is annyira beszédtéma, tehát nem kínálják fel a lehetőséget az olvasóknak arra, hogy megismerjék. Hogyha visszakanyarodunk Németh Lászlóhoz, a többek között az Igazi Olvasó című esszéjében kifejtette, hogy az irodalom olvasottsága, illetve annak a minősége, az nem csak a kínálat, vagy nem csak a kereslettől függ, ahogy ma ezt üzleti alapon elképzelik, hanem a kínálattól is. Eckler Andrea hozzátette, Hódmezővásárhely kivételnek számít, itt ugyanis oktatják Németh László munkásságát, és méltóképp megemlékeznek.